Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Úgy mesélik, hogy amikor egy év véget ér, és kezdődik egy új év, 12 napon keresztül a szellemek uralkodnak. Vannak jó szellemek, de vannak rossz szellemek is. Minden nap kihat egy hónapra, december 25-e január hónapra, december 26-a február hónapra, december 27-e március hónapra, és így tovább. December 31-e kihat július hónapra. Egy kívánság megvalósulhat. Nem csak most kívánhatunk valamit, hanem júliusban is. Július 21-e és július 24-e erre alkalmas, mert ez a kívánság megvalósul. És mi áll a középpontban, mi lesz a fő téma júliusban, ezt most megtekintjük. Itt az érmék, tehát az anyagiak állnak a középpontban. De itt nem csak pénzről van szó, hanem belső értékekről is. A hetes szám a hold energiájával van összeköttetésben. A hold energiája utal az érzelmekre. Tehát ügyeljünk a belső értékekre is. Itt ezen a képen láthatjuk ezt a hölgyet, és ő figyeli az érméket. Ez olyan, mint egy karácsonyfa. De ezek az érmék másokat mutatnak, mások értékeit, és ez a hölgy bizonytalanságot sugall ki, és úgy gondolja, mindenki más értékesebb. Vagy másoknál úgy jól alakulnak a dolgok, de nálam nem. Mutatja a türelmet és ezt a várakozást. De ez a hölgy hibázik. Nem néz le a földre, mert előtte van egy arany érem, és az mutatja az ő értékeit, a tehetségét is. Ha ő ezt felvenni, akkor biztosabb lenne a dolgában, és nem kell, hogy összehasonlítsa magát másokkal. Tehát júliusban oda kell figyelni a saját értékeinkre is. És ha kezünkbe vesszük ezt az érmét, ami ott van a földön, akkor így rendeződnek a dolgok, nem csak ami az anyagiakat illeti, vagy a munkát, hanem kihat a párkapcsolat területére is, mert ez is értékes számunkra, és ez a kártya közli veletek, ti is értékesek vagytok, és megérdemlitek ezt a szerelmet, ezt a párkapcsolatot. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!